Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves konferencia résztvevők! Szeretettel üdvözlöm Önöket Shanghaiból, a Gonda tervezte Katai Filmszínház mellől. Én magam Szent Mártoni Lívia vagyok, Magyarország Shanghai Főkonzulátusának oktatás és kulturális szakdiplomatája. Azt a megtisztelő feladatot kaptam Krizsán András elnök úrtól, hogy pár szóban számoljak be Önöknek, hogyan is született a Gonda könyvünk, hogyan is kezdtünk hozzá ez a nagyon érdekes projekthez. Ha nem bánják, összekészítettem magamnak pár kérdést, pár gondolatot, amelyet mindenképpen szeretnék Önökkel megosztani. Hogyan is született az ötlet, hogy Gonda Károly nyomába eredjük? A 2018-as évben két kiváló kutató, egyikük Michel Tsiao, a Shanghai Daily újságírója, másikuk Huan Xiaohong építész, a Tongji Egyetem professzora. Ez a két kiváló kutató keresett meg minket azzal a kérdéssel, hogy tudomásuk szerint élt Shanghaiban egykoron egy magyar építész, mégpedig Gonda Károly, akiről ők azt olvasták, hogy magyar származású, de igazából konkrét információkkal nem rendelkeznek. Megkértek minket, hogy amennyiben arra lehetőségünk nyílik, nézzünk utána az illető személynek, és amennyiben kiderül, hogy Gonda Károly valóban magyar volt, úgy azt is nyomozzuk ki, hogy mely épületek köthetők Shanghaiban a nevükhöz. 2018-ban, amint erre lehetőségünk volt, és volt egy kis szabad időnk, felkerestük a Bécsi Levéltár magyar kirendeltségét, és megkérdeztük tőlük, hogy rendelkeznek-e bármi nemű információval egy bizonyos Gonda Károlyról. Szintén megkerestük a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyik kollégáját, aki hobbi családfa kutató. Ő viszonylag gyorsan pár héten belül reagált is, és elküldte nekünk Gonda Károly születés anyakönyvi kivonatát, amelyből egyértelműen kiderült, hogy Gonda Károly bizony magyar volt és magyar felmenőkkel rendelkezett. A Bécsi Levéltár magyar kirendeltségétől pedig kaptunk egy sor dokumentumot arra vonatkozóan, hogy Gonda Károly az osztrák-magyar monarchia idején, ugye a monarchiának a katonájaként érkezett Oroszországba, ahol bizony sajnos fogságba esett, de onnan nagy szerencsével jutott el Harbin városába, Észak-Kínába, majd mint építész érkezett meg Shanghaiba, és itt kezdett bele a karrierjébe. Kik segítették ezt a projektet? Maga a projektet közösen csináltuk a Magyar Építészek Szövetségével együttműködésben. Krizsán Andrásékkal szerveztünk még ugyancsak 2018-ban egy építészeti, V4 építészeti konferenciát, amelynek alkalmával Andrással megvitattuk Gonda Károlyról készítendő könyv lehetőségét. Akkor még nem tudtuk, hogy magyar vagy nem magyar volt Gonda Károly, de azt megbeszéltük, hogy amennyiben ezt sikerül igazolnunk, úgy közösen elkészítünk egy könyvet. Ehhez Krizsán András olyan nagyszerű partnert kért fel, mint Baldavári Eszter művészettörténész. Baldavári Eszter művészettörténész írta meg a könyvnek az alapját, igazából a szakmai tartalmát, és ehhez mi még felkértük egy nagyszerű fotósunkat, Niki Almásit, aki egy Ázsiában élő, hosszú ideig Ázsiában élő fotóművész, jelenleg éppen Malajziában tölt idejét, de itt élt körülbelül Shanghaiban körülbelül 10 évig. Őt kértük fel, hogy amennyiben kiderül, hogy Gonda Károly magyar volt, akkor jöjjön el Shanghaiba és örökítse meg az épületeit. A kínai oldaláról, a kínaiak oldaláról nagyon nagyfokú támogatást kaptunk ehhez a projekthez. Élveztük a Shanghai Külügyi Hivatal támogatását, a Shanghai Városépítési Levéltárnak a támogatását, illetve minden egyes épület menedzsmentjének a segítségét megkaptuk ahhoz, hogy be tudjunk jutni az épületekbe, hogy minőségi felvételeket tudjunk készíteni. Ugyancsak 2019 májusában az önkormányzat segítségét kaptuk meg ahhoz, hogy András és Eszter shanghai látogatását számos épület megtekintésével gazdagítsuk, számos Gonda épület megtekintésével gazdagítsuk. Miként jutottunk az épületek nyomára? Ebben, ahogy már említettem, az egyik partnert, a Shanghai Városépítési Levéltár, őrájuk tudunk nagy mértékben számítani. Ők őrzik azon dokumentumokat, azon kéziratokat, amelyek bizonyítják, hogy az egyes épületek Shanghaiban mely építészek nevéhez köthetők. Az ő segítségükkel kaptunk egy listát Gonda máig Shanghaiban álló épületeiről. Összességében legutóbbi tudomásunk szerint több mint 40 épületről tudunk, azonban ebből jelenleg 9 épület áll Shanghaiban. 2018 év végén tájékoztatott Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumát, hogy egy olyan új építészre, magyar építészre akadtunk, akiről eddig még nem tudtunk, és szeretnénk az ő életútjáról, alkotásairól beszámolni a magyar és a kínai közönségnek. A miniszt-
minisztérium támogatásával biztosított minket, és egy nagyobb összeget rendelt a könyvprojektünk elé, azaz, hogy össze tudjuk állítani az összegyűjtött tudásunkból, fényképanyagunkból és információjunkból egy könyvet. A könyv bemutatójára 2019. novemberében került sor, Gonda egyik nagyszerű épületének a tetején, az East Asia Bank tetején. Az eseményre meginvitáltuk Shanghai város vezetőit, meginvitáltuk azon szakmai közönséget, akik Shanghai város épület örökségével foglalkoznak. Azóta ennek a könyvnek nagy sikere van, mint Shanghaiban, mint Magyarországon. A legnagyobb kínai és magyarországi könyvtárakban egyaránt felelhető a könyvnek. Még egyszer köszönöm szépen önöknek a megtisztelő figyelmet. Köszönöm, hogy lehetőséget milyen önöknek bemutatni élőben is Katai Filmszínházat, és remélem, hogy velem együtt élvezték önök is a kis shanghai látképet mögöttem. Jelenleg egyébként a francia, az egykori francia koncesziós terület egyik legforgalmasabb útjánál, a Huaihai Roadon vagyunk. Még egyszer köszönöm a lehetőséget, további sikeres konferenciát kívánok önöknek Shanghaiból. Viszontlátásra! Thank you.